Kilencedik rész. És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába. És íme hoznak valahozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mond a gutaütöttnek. Bízzál, fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid. És íme némelyek az írástudók közül mondának magukban. Ez káromlás szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, mondta: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza. És az felkelvén hazaméne. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodék és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onnét tovább méne, látva egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki: Kövess engem! És az felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedik a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért? Hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. És mondanékik Jézus: Vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétedik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövél leborula előtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg, de ilyen vesd rá kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondja vala magában: ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reátekintvén mondta: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondanékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítaték, bemenvén megfogá annak kezét, és a leányzó felkel. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követi őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig beméne a házba, oda mennének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus: Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Ura! Akkor illeti az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei, és rájuk parancsol a Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja,
azok pedig kimenvén elterjeszték az ő hírét abban az egész tartományban. Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngős néma embert hozának néki. És az ördögöt kiűzvén megszólalt a néma, és a sokaság csodálkozik vala mondván. Soha nem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok pedig ezt mondják vala. Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. És körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.